Ascultă engleză. Evanghelii sunt ani și Biblie. Abban az időben fellépett egy ember, Isten küldte és János volt a neve. Azért jött, hogy tanúságot tegyen, tanúságot a világosságról, hogy mindenki higgyen általában. Nem ő volt a világosság, hanem azért jött, hogy tanúságot tegyen a világosságról. János így tett tanúságot. A zsidók papokat és levitákat küldtek hozzá Jeruzsálemből, hogy megkérdezzék őt. Ki vagy te? Erre megvallotta, nem tanulta, hanem megvallotta, nem én vagyok a Messiás. Ezért megkérdezték őre. Hát akkor talán hinni is vagy. Nem vagyok. Erre is nem válaszolt. Azt mondták tehát neki, akkor ki vagy, mert választ kell nekünk azoknak, akik küldtek minket, mit mondasz magadról. Ezt felelte, a pusztában kiáltó hangja vagy. Egyengessétek az útját, amint Izaiás próféta mondta. A küldöttek a farizeusoktól jöttek, ezért megkérdezték. Miért keresztelsz hát, ha nem te vagy a Messiás, sem Illés, sem pedig a próféta? János így válaszolt. Én csak vízzel keresztelek, de köztetek áll az, akit nem ismertek, aki utánam jön, és akinek még a sarusziján sem vagyok méltó megoldani. Ez Betániában történt, a Jordánon túl, ahol János tartózkodott és keresztelt. Ezek az evangéliumi. Kedves testvérek, Betánia jelentése a tanúság tétel házában. A tanúság tétel házában történik mindaz, amit az igény, az evangéliumban hallottunk, keresztelőnk János személyével kapcsolatban. A tanúság tétel házában történik, a tanúság tétel nem csak szavakkal, de egy mellényen tett egész élettel. Keresztelő János is egész egyéniségében, személyében a tanúság tételnek a megtestesítője. Tulajdonképpen ennek az advent harmadik vasárnapnak a címe is, fő témája is a tanúság tétel. Izaiás prófétának a 61. fejezetének a 61. fejezetéből olvashatja a Mai Szent Egyházunk ezen a vasárnapon az olvasmány, és ott egy önvallomásban, egy tanúságtevő ember önvallomásával találkozunk. Aki először is bemutatja azt, hogy mit kell neki hirdetnie. Ő neki hirdetnie kell az örömhírt a szomorúaknak, a reményt a megtört szívűeknek, a szabadságot a rabságban, rabszolgat sorsban sínődőnek, és a kiszabadulást a börtönök fogjainak, és igazából mindenkinek az Úr kegyelmi esztendejét, a felszabadításnak az évét, a megszabadításnak az esztendejét, amikor is amnesztiát kap az ember minden reálváró büntetés alól az Isten kegyelmének köszönhetően. Ezt kell
mindennek a különlegesen megkívánó tanúságtételnek az alapja senki más, mint csak is és kizárólag az Isten, aki egyértelművé teszi igazságosságát és dicsőségét a nem Istenek között, illetve azon lények körében, amelyek Isten helyett a nem Istenek különböző formáit próbálják meg imádni. Örömhírt hozó ember, örvendező lélekkel az Isten gyermekévé vált. Erről beszél Izaiás próféta. Azonban ahhoz, hogy az ember ilyen örömhírt hozó, örvendező, jelszerepet betöltött emberé tudjon válni, két kérdést kell föltennie magának. Tulajdonképpen azt a kérdést, amit a farizeusok tesznek föl keresztelő Jánosnak. Ki vagy, és ki nem vagy? És erre a két kérdésre őszintén kell megadni a választ. Keresztelő János, amikor a hozzáérkező farizeusok az ószövetségi tapasztalat alapján felsorolnak időt, jelét képviselő embereket, vagy ő közöttük-e vagy-e valamelyik, akkor egyértelműen azt választolja, hogy nem vagyok. És amikor kérdés elhangzik, akkor ki vagy, akkor megjelöl egy furcsa szerepet és feladat. A pusztában kiáltónak a hangja vagyok, és átadom az üzenetet, egyengessétek az Úr útját. Igen, meg a keresztelő tudatában van annak, hogy ő nem prédikátor, nem asztéta, nem az Ószövetség valamelyik elképzelése, Isten üzenetével kapcsolatban, hanem a tanúság tevőnek a modellje. Az ő élete a tanúságtétel. Aki alázattal tudja azt, hogy senki nem mondhatja Isten nevét ki, azt, hogy én vagyok, ha csak az Isten ajtára vagyok. De ugyanakkor tudomásul veszed azt is, hogy amit az Isten is szól ajtára adott, és Istennel kapcsolatban üzenetét el kell mondani az emberiséghez, ennek a kötelezettsége előtt nem lehet kitérni. Jel a tanúság előtt, és ezt a jelszeretet az ember nem hányítva kell magától, ha az Isten tanúság előtt szentjévé igyekszik venni. A jelen azonban van egy sajátos feladat a küldetése során, és mégpedig az, hogy el kell tudni ilyen. A jelenben is nem végleges. Megjelenítésére szolgál az Istennek, de nem maga az Isten. És Jézus Krisztus, akinek meg lett volna minden alapra arra, hogy ő bemutatkozzon úgy a világnak, mint Isten, aki soha nem tűnik el, mégis fölvállalta magára azt a jelszerepet, amelyen az emberiség megértette, hogy egyedül az Isten alázatában képes az ember hiteles valóság tetőjévé válni az Istennek. Jézus, akinek joga van kimondania, Jahveh, én vagyok, és ki is mondja sokféle helyzetében, az életnek mégis vállalja annak a küldöttnek szerepét, jelen szerepét, amely szerep aztán odáig vezet, hogy valóban az emberek azt hiszik, eltüntethetik ugyanúgy, mint sok más profétát, előfutárt a történelem során, akkor az Isten közelből megjelenéséről és szeretetéről beszélt. Csak azt tanúságot tenni, aki hallgat az Isten szavára, és aki a hallgatásával van jelen, az Isten
teremtett világában, és csak a döntő pillanatban, amikor az Isten ezt a feladatot szánja az embernek, áll ki és szólal meg. És ebben is Jézus a mester. Keresztelő János tanúság tételéből nem tudjuk, köztetek van, akit ti nem ismertek. De nagyon nálam, mert arra sem vagyok méltó, hogy a sarokszínját megoldjam. Mert a bölcsesség rejtve van mindvégig az emberek előtt, amit föl nem tenni az a nap, amikor feltárja a kivégét, és megnyilvánul a világ előtt az Isten dicsősége. Advent harmadik vasárnapján, a tanúság Péter házában vagyunk. Nem világra szóló feladatokat vár tőlünk az Isten. Nem prédikátoroknak, asztétáknak, vagy valamelyik múltbeli prófétának a reinkarnációját várja bennünk tőlünk az Isten. Tanúság előtt szeretne látni bennünk, akik vállalják egyértelműen a világ felé élünk az én vagyok Isten logikáját. És ugyanakkor pedig azzal az alázattal és szeretettel tesznek tanúságot az Istenről, amely alázattal Keresztelő János, vagy éppen az Ószövetség nagy prófétái tették tanúságtételüket. A közelgő Krisztus világossága fénye ragyogja be nem csak ezt a vasárnapunkat, hanem tanúságtevő munkának és szeretetünket is, amelyben egyre biztosabbá és világosabbá válik, már egészen közel van az Isten, és belé mindannyiunk szívébe, mindannyiunk házába, lakás lesz nálunk, hogy életünk jelszerepe, hiteles legyen, Istentől alá.